Inkább Miss Törpen, aki tavaly nem nyerte versenyt, a legnagyobb kedvenc. Start, gyorsan beállt a négy lovas mezőnyel és indult a Megyeri díj 1600 méteres távon. Dark Démon vette a legjobb startot, de nem diktál igazán erős iramot, mellé fog majd felzárkózni Winning Bid. Dark Démon, Winning Bid, Mr. Pen és a Ranavalona egyelőre, ők alkotják így libasorban a frontot, amikor a túlsó oldalra fordul a csapat, és mindig legalább fél osszal vezet Dark Démon Winning Bid-del szemben. Mögöttük jön a leginkább favorizált Mr. Pen, Ranavalona sincsen messze, nagyjából 3-4 hosszra maximum a vezető Dark Démontól, aki most egy kicsit gyorsít Goran Mesetovicsal, és továbbra is őrzi vezető pozíciót, amikor a mezőny elhagyta most már az függető átjárót, 1000 méter van még hátra a Megyeri díjból. Dark Démon az élen, mögötte bent a falon Mr. Pen, mellettük pedig Winning Bid, a Ranavalona is még mindig abszolút versenyben van, ő zárja egyáltalán nem kiszakadva a sort. A kanyarhoz közeledve sincs változás, talán nagy igen, hogy Winning Bid felcsúszik most már a vezető Dark Démon mellé. Dark Démon, Winning Bid, Mr. Pen, Ranavalona, a mini mezőny egyelőre teljesen együtt galoppozik, talán a leginkább Ranavalonát kell most már lovagolni a sor végén, ennél fogva egy picit, mintha kezdene is lemaradozni. Dark Démonnal is hasonló a helyzet, jön Winning Bid, aki a nyitónapon nem futott igazán jól, most azonban úgy tűnik, hogy Milos Milevicsel megint a tavalyi nyerőformáját adhatja. A befutóra fordulva, ő az, aki átveszi a vezetés mögött, azonban elindul a favorit Mr. Pen. Winning Bid, Mr. Pen bent a falon, pedig még mindig ott van Dark Démon. Az utolsó 300 méter kezdetén Winning Bid és Mr. Pen fog csatázni a győzelemért. Winning Bid egyelőre elő van, de elindul Mr. Pen, aki tavaly nem nyert versenyt, most azonban fog, mert 100-nál Mr. Pen most már elő van Stanislav Georgievvel, és Szent Tamási győzelmet hoz a Megyeri díj. Mr. Pen Georgievvel könnyedén győz, Mr. Pen az első, Winning Bid a második, harmadik helyre megérkezik Dark Démon, negyedik lesz majd Ranavalona. A Megyeri díjban. Winning Bid sokkal jobban fut, mint legutóbb. Mr. Pen pedig hozta azt a klasszis teljesítményt, amiről már beszéltünk, és ezek szerint nem kopott meg a tudása 6 évesen sem, és a számára picit rövidebb távon is jól fut, bár azt hozzá kell tennünk, hogy nagy hosszú távú klasszisoknál, ahogy mennek bele a korba, sokszor a rövidebb táv kedvezőbb. Elképzelhető, hogy Mr. Pennek is jó lesz majd ez az 1600 méter, meg az 1800. Minden esetre nyer a 6 éves kanca, és ezt mindenféleképpen jó kimondani, hogy egy 3 évvel ezelőtti magas klasszis versenyt tud nyerni 6 évesen is. A mini volt a mező, egy kicsit csodálkoztam, mert Winning Bidet nem igazán játszották, pedig hát Milevicsel várható volt, hogy korrigálni fog. És azt mondtam, hogy ha Mr. Pen nem hozza, amit várunk tőle, akár nyerhet is, hát Mr. Pen azért futja legalábbis a jobb átlagát, vagy annál egy picit figyelem, többet, úgyhogy győz. Én azt mondom, hogy szintiszta papírforma. Hármas, kettes, négyes. Hiszen legkevésbé jól Ranavalona állt. Kettes, négyes. Súlyban és formáját tekintve ebben a futamban, ennél fogva ő is vége.